Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó. Bétót László műsora. Köszöntöm a kedves nézőt! Mai vendégem Bokor Gyula, a Color Együttes alapító tagja, manapság Amerikában egy jó nevű professzor. Szevasz, Gyula! Szervusz, Laci! Hogy kerültetek ti Amerikába a tesókkal együtt? A három testvér, ugye Bokor Tibor, Bokor Gyula, Bokor Attila, hármatok közül először Attila volt, aki elhagyta az országot. Igen. Ti ketten miért követtétek őt? Ez mindenki megkérdezi. Mindenkit érdekel. Mindenkit érdekel. Nézd, az a helyzet, hogy ez egy komplikált dolog, de mi nem csináltunk semmi rosszat ebben az országban. Az öcsémnek mindig volt a Tibi, a szegény, aki most már nem él, de neki, ő mindig akart valami újat, és megismerkedett valakivel, egy lányzó valakinek, a családja kint élt. És hát tudod, hogy mindenki ma Amerikát meg a világot másképp látja, felveszi a csőlátó szemüveget, és nem látja a problémát, csak a szépet, a remélhető szépet. Igen. És akkor az volt, hogy a Tibi úgy benne volt. És akkor az van, hogy Attila meg Tibor két év van köztük, és akkor úgy meggyőzték egymást. És az Attila elment hamarabb. A Bánfalvi Ágnes volt akkor a feleség, és akkor... Egy színész. Színésznő volt, most is azt hiszem. Nagyon tehetséges színésznő. És az volt, hogy utána pedig Tibor akkor még katona volt, és akkor az volt, tudod, hogy miután az Attila kiment, akkor elvették az útlevelünket, meg egyebek, aztán még a NDK-ba is úgy tudtunk kimenni, amikor a Ronald Reagan Pershing rakéták ellen tiltakoztunk a zenével, meg ott volt még a magyar űrhajós is, meg a többiek a színpadon, hogy nekem egy fiatal rendőr mondta, hogy hát, hogyha jelentkezel ide meg oda állásba, az elkölcsi bizonyítványa baj lesz, mert hogy a testvéred kint van. És hát tudod, az volt bennem, hogy ha a Tibi elmegy, akkor mi van, akkor nincs zenekar, meg elkölcsi bizonyítvány. Most így belesodródtam. Még akkor nem gondoltam, Kelet-Németországba jártam, Kelet-Berlinbe, a fal mellett. Mondom, ez a fal soha nem jön. Ez volt 84-ben. Hogy ne jött volna? Hát érted, na most akkor, érted, 90-ben meg 89-ben ülök a parkolóban, a kocsiban, kint Amerikában is mondják, hogy mit tettél. Mondom, hát Gorbacsa, Vandropov nem bírta tovább, és most jöttek a Csernenko és Andropov. Emlékszel rá? Emlékszem. És hát ez egy óriási változás, de akkor már tudod, eltelt 6-8 év, amikor már beletette egy csomó energiát abba, hogy orvos legyen megint is, és az... És hát Debrecenben ugye elvégezted az orvos egyetemet, a DOTE, ugye? Igen. Ez egy nagyon-nagyon jó nevű egyetem a világon. Igen. Akkor ti kimentetek Amerikába, és Amerikában neked mindent előről kellett kezdeni. Igen. Gyakorlatilag nem fogadtak el semmit sem, amit Debrecenben igen, te megcsináltál. Tudod, amikor elvégzel az egyetemet, akkor bizonyos tantárgyakat felejtesz, akárhogy is van, anatómia, meg élettan, egyebek. A klinikai dolgok azok megmaradnak. Én annak ellenére, hogy mentőorvosként is dolgoztam, meg tanítottam egészségügyi szervezést, meg közegészségtant az egyetemen. Aztán főiskolán tanítottam, hogy Budapesten, akkor adjunktus kinevezésben. És akkor utána dolgoztam, mint üzemorvos, miután elkerült ez a dolog, ez, hogy elvették az útlevet. Szóval az igazság, hogy kicsit felejtettem az anyagból, és akkor kimégy, és angolul kell mindenből, úgyhogy az egyetem első napjától kezdve végig le kell vizsgálni. A probléma az volt, ezért volt Tibi nagyon mérges, hogy miért nem mentünk ki hamarabb, mert egy napos volt addig, délelőtt volt az úgynevezett basic tantárgyak, tehát az alap tantárgyak, ugye patológia, élettan, anatómia, és utána volt az a klinikai, és utána kész. Mikor kimentünk, megváltoztatták. Háromnapos volt az első nap, a második nap és a harmadik. Bevezettek egy állami vizsgát szintén. Na most nehogy úgy képzeld, hogy 15-en mentek a vizsgára. Egy sportcsarnok volt, és tele volt orvosokkal, külföldi orvosokkal, de azoknak az első nyelve, indiaiak,
Fülöp-szigetiek, meg egyebek, Afrikából, bárhonnan, azoknak nem volt probléma az angol. Uh-huh. És itt az a lényeg az, hogy körülbelül ilyen volt egy kérdés. A kérdés itt volt az elmesélése, hogy mi a probléma, és utána válaszok. Hát csak míg elolvastad, az elég volt. És hogyha nem tartottad magadat a időhöz, akkor 20-25 kérdéssel lemaradtál, és az elég. Mennyi időt vett igénybe, hogy már Amerikában is orvos lehettél, meg hát a Tibor is? Nem, az a helyzet volt, hogy az elején én, mivel az angolomat javítottam, én tanítottam először egy ilyen teszt, Kaplan iskolának hívták, és mivel jobban vizuális vagyok, én kitaláltam ilyen formulákat vizuálisan, és nagyon jól ment a tanítás. És azt pénzt is kaptál érte, és akkor utána meg hát meg kellett valamiből élni, érted? Mm. És aztán elkezdtem csinálni ilyen tudományos kísérleteket a USC-n, és aztán Tibivel az elején még próbáltunk zenével is foglalkozni, de aztán mégis... Ő volt, aki a legtovább kitartott a zene mellett. Hát ott lakott az első lakás, vagy első ház, az Lionel Richie mellett volt. Ja, igen. Jószerivel, néhány házzal. Az elején az volt, hogy ő elment, és még akkor kis pénzt fizettünk a stúdióban, és felvettük a félteleknek az alapharmóniáját. Aha. És na most ne is félre, de az történt már, lehet, hogy elmondtam ezt neked, hogy és akkor egy év múlva ki volt az énekesnőm, vagy eszembe jut a neve, ő felvette a lemezt, és akkor volt ez a számba, Coming Around Again, ez a dalnak a címe. És hát teljesen a harmónia ugyanaz. Miért? Mert kint a stúdióban ott ültek a zenészek. Szóval ki van bent a stúdióban? Hát két magyar ott felvételt csinál. Én nem vettük tovább fel, de a harmónia megmaradt. És nem hoztátok el, ott hagytátok. Nem a cőt adtuk, hanem ők meghallották, hát elég. Elég ennyi. És elmentem egy Hollywoodba, úgy hívják musicologist, aki arra vigyáz, hogy olyan zenéket tegyenek be a filmekbe, ami ne valahonnan jöjjön, ha nekem fizetni. Azt mondja nekem, hogy hát ide figyeljen, Bokor úr, azt mondja, hogy ha valaki megy az utcán, és fütyöl valamit, és utána leírja, és beküldi a szerzőjogvédőbe, az ő a szám. Tehát ezt elszúrtuk ki. A Carly Simon volt a hölgy. És a apukája meg a Simon & Schusternek a kiadónak az egyik része, ugye? Uh-huh. És mondta nekem a musicologist, azt mondja, hogy gondolkozzanak, hogy perelik. Azt mondja, ki van zárva, azt nem fogják úgyse megnyerni. És aztán Tibi csinált 4 vagy 5 számot, azt hiszem. De és nagyon jókat. Jókat, de tudod, az van, hogy ő mindig jó hangzást akar csinálni, és alkalmazott például nagyon jó hangú African American fekete énekesnő, nagyon jó hangja volt, és hát megcsinált, és akkor építkezik egy, csinálta hát valahogy, és akkor egy angol építéssel dolgozott, és akkor mondja neki az építés, azt mondja, Bokor doktor, azt mondja, most már el kell mennem, mert megyek a Lionel Richiehez. Azt mondja, ki ez? És odaadta neki ezt az 5 számot. És akkor egy hét múlva csörög a telefon, azt mondja, Bokor doktor? Igen, azt mondja, Lionel Richie. Azt mondja, Tibi letette a telefon, de ez ilyen nincs. Hát a Tibi megcsinálta azt, hogy én zsugáztam otthon a haverjaimmal, csöngött a telefon, és mondta, tudod, ki áll mellettem? Mondom, nem tudom. Azt mondja, Lionel Richie. Mondom, persze, én meg a Paul McCartney-val zsugázok, ne hülyeskedj. Odaadta Lionel Richie. De nem is az a lényeg, hanem hogy nagyon jó, hát a Lionel Richie-nek nagyon jó véleménye volt arról az 5 dalról, és az volt az egészben a baj, hogy már mondtam, azt hiszem Tibor mondta neked, hogy akkor vált a feleségét, a valami több millió dollárt fizetett a feleségének, és akkor a Midwesten, tehát a középrészen Amerikában, azt hiszem Nebraska, valahol csinálta az új lemezét, ami nem sikerült igazából. Hát persze, igen, az a válás után, mert benne volt a záradékban, hogy a következő lemez jogdíja. Igen, igen. Na most ezért a Lionel Richie megcsinálta élete legrosszabb lemezét. Igen, nagyon rossz volt, igen. Összesen, nem volt siker, nem volt az rossz, csak nem volt siker. Összesen 10-et hallhattak belőle állítólag. Igen. De még egy dolgot akarok, ha már itt tartunk szegény Tibinél, hogy ahol lakott, hát az egy potentált hely volt, azt hívják, a Beverly Hills-nek a hegyi része, és akkor az út végén pedig Szilvesztesztalon lakott, oda nem mertünk menni, mert ott álltak a puskával az emberek. Aha. De egyszer azt mondja nekem, hogy lenéz így a völgybe, azt mondja, képzeld, tudod ki, hogy George Harrison volt, meg a Traveling Wilburys-ből a göndölhelyű gyerek, nem tudom, hogy hívják, azok beszélgetnek. Hú,
Akkor azt mondja, Tibor, el kell oda mennem, azért kérek egy kapát, vagy valamit. És akkor lemegy, és mondja nekik, hogy ő is zenész, és hogy orvos, és Magyarországra. Oh, Eastern Europe. Ez volt a lényeg. Olyan rosszul esett neki. Akkor még ugye, ahogy Ausztriától kezdve mi Eastern Europe voltunk. Igen. Mindegy, csak ilyen érdekes emlék. Harvardot végeztél végül is kint a folytatásban, a Harvard Egyetemre jártál, de nem ott lettél professzor. Miért nem ott lettél professzor? Hát először is, már elmondtam neked, hogy van nekem két barátom, aki Bostonban él. Ő az egyik Beritőfőről, és a másik Edelényből származik, a Tamás Ende doktor, meg a Sová Géva. Régi barátaim, és mondják nekem, a USC-n voltam már első-másodéves, azt mondja, Gyula, miért nem jössz a Harvardra jelentkezni? Biztos, hogy fel, mondom, gyerekek, hát legyünk rá reálisak. Ó, gyere el, jelentkezni fel, be, és legalább meglátogatsz bennünket. Hát Los Angeles az itt van lent, és Boston meg itt. Ott van fönt. És akkor felmentem, és hát képzeljük. 6 óra repülőn. Igen, és akkor 6 óra repülő, és akkor elmegyek, és egész nap tehát egész nap beszéltek, 5 orvos beszélt hozzám, akkor kérdeztem tőlük, hogy miért kérdeznek annyit. Hát azt mondja, hogy hát te már harmadéve fogsz ide följönni. És akkor följönni én, és akkor 5 órakor azt mondja nekem a professzor, hogy érzed, tudod, tipikus pszichiátriai kérdés, hogy érzed ezt, hogyha aláírnád a szerződést? Mit? És akkor látom, hogy Harvard Medical School, érted? És akkor tudod, az van, hogy ott maradtam, és akkor én lettem a chief resident, aztán fellowship-eket csináltam, pszichoszomatikus pszichiátriából, pszichoanalízisből, és hosszú ideig én a Harvardon tanítottam el a hallgatókat, meg az, csak az volt a baj, körülbelül 10 évvel ezelőtt mindenütt anyagi gondok vannak, és hogy a pénz, meg akármi, építettek egy új kórházat, és akkor amiatt a kórház miatt a Harvard már nem használta a mi kórházunkat, tudod? Mm-hmm. És emiatt a University of Massachusetts, tehát a Massachusetts-i Orvos Egyetem vette át, és ugye most emiatt hozzájuk tartozom, pedig már nagyon közel voltam, hogy maradjak. Igen. És akkor írtam 14 cikket, mindegy, de hát ez így alakult. Közben a dean is meghalt, meg minden. Élet az érdekes. Az igen. Miért pont pszichiáter lettél? Mert választhattál, gondolom, más szakot is, ezt valamiért választottad. Mi volt ennek az oka? Mert hát végig is pszichiáter vagy. Én nem nem tudom, hogy ezt mondjam már, vagy nem, de nekem volt egy nagynéném, aki egyetemet végzett, nagyon, és neki voltak gondjai a pszichiátriai vonalon. És tudod, mindig a családban mindig úgy éreztük, hogy ó, hát aki mentálisan valami gondjai vannak, akkor a családban van valami baj. Minden családban vannak gondok. És akkor azt a, nem is, hogy bűnösség vagy szégyen vagy, de éreztem, hogy ezt fel kell oldani. Tudod, hogy ha valakinek szibaja van, azt ugye megértjük. De hogyha valakinek gondjai vannak itt, akkor azt lenézzük. Vagy kinevetjük. Nem értjük meg. Pedig hát gyakorlatilag ez a komputer, ez irányít mindent. Abszolút. Igen. És valahogy majdnem, hogy úgy kötelességemnek éreztem magamban is, hogy kicsit a nagynéném miatt is. Azon kívül tudod, hát a zenem, meg a szövegírás, meg minden az egy meditatív dolog, ez egy az embereknek írod, és valahogy, én tudom, elmentem a USC-re, és akkor elmegyek a belgyógyászatra, elmentem a gyerekgyógyászatra, nem, mentem a sziát, és 2 hét múlva felvettek, azonnal, érted, nem is kellett semmi más csinálni. Gondolom, ott is elég kevés az ilyen típusú orvos. Nem sokan választják, az kell valami olyan lenni benned, vagy annak, aki ezt a szakmát választja, amivel meg tudod közelíteni azokat az embereket, akiknek gondjuk van. Na ez egy nagyon érdekes kérdés, mert tudod, az van, hogyha pszichiátriával foglalkozol, az nem csak a tudást jelenti, hanem a hogy hisznek neked. Uh-huh. Tehát például a pszichiátriában nagyon fontos, mert egy több kultúrából álló, egy több részből álló kultúra, és például a fekete orvosokra szükség van, aztán ázsiai orvos, mert legyünk őszintén, hogy ők nem biztos, hogy hisznek egy fehér orvosnak. Hála Istennek engem hisznek, lehet azért, mert nekem akcentusom van, meg más, ez rendben van. Hát igen, hát az pszichiátria az nem olyan, hogy na, tudom a számokat, hanem azt
egészen más a megközelítés. Papád mondta, ha maradtál volna fiam Debrecenben, már professzor lennél. Mit szólt akkor, amikor Amerikában lettél professzor? Jó, ez egy érdekes dolog volt. Eljött egyszer a mentőállomásra, dolgozom, és azt mondja nekem, Büszikán. Azt mondja, hogy ne csináljad már ezt a zenét, azt mondja, hát ez rövid ideig tart. Pedig ő nagyon büszke volt arra, hogy ment. Azt mondja, miért nem? Ha, még azt is mondta, hogy hagyjam a zenét, és akkor Tibiék majd csinálják meg Attila tovább. Hát mondom, édesapám, hát mondom, már benne vagy csomó energiát, nem teltem. És akkor na megnyugodott, de aztán, mikor kijött Amerikába, mondta nekem, hát Gyuszikám, hát ha maradtál volna, akkor... Hát mondjuk az biztos, hogy más, nem nyelvtől függő dolog lett volna. De hát aztán valahol ez hajtott engem, tudod, amikor a Harvardon a pszichoanalízison voltam, a doktor Reichard volt, és akkor megcsípkedtem magam, mit keresek én Debrecenből meg Sárándról. De hát szerencse is kell hozzá, tudod? Hát az egész élethez szerencse kell, jó időben, jó helyen lenni, igen, jót igen. Válaszolni adott kérdésekre, ez egy retteltesen fontos dolog. Na most egyet még mondok neked, most kérdezel olyan dolgokat az orvoskodásról, és most mikor itthon vagyok, akkor mindenki emlékszik a kolorra, meg a zenére. És megmondom, nem volt könnyű a zene, de amit miről is beszélünk, sokkal nehezebb volt. Tehát az érted a... Most viszont itthon vagy, nekem régi álmom volt, amit már sajnos soha nem tudunk megvalósítani Tibi halála miatt, hogy a Kolor ismét összeálljon. Hiszen Gyula Attila Felkai. És ha Tibor is lenne, akkor egész biztos, hogy lenne egy pici ideig ismét Kolor, és lenne egy nagy-nagy Kolor koncert, ami ugye már nem lehet Tibi halála miatt. Viszont itthon vagytok, vagy itthon vagy, és hát persze Attila az már régóta Magyarországon él, és egész mással foglalkozik, őt elsősorban a filmek érdeklik, de azért kétszer is színpadra álltatok az elmúlt időszakban, nem is akármilyen helyen, és mutatok valamit a kedves nézőknek, Sárándon díszpolgárra választották Attilát is, és Gyulát is. És a Tibort is. És a Tibort is. Igen, igen. És akkor itt van, képzeld, nem is tudtam, hogy Sárándon az 800 éves. Fantasztikus. Igen, igen. És ott van a plakett, amit kaptunk. Nagyon megható volt. Megmondom úgy, hogy ez... A szüleim itt éltek, ott tanítottak, és gyakorlatilag mi ott nőttünk fel, 10 kilométer van Sárán Debrecentől, és tudod, olyan jó érzés volt, hogy négy polgármester volt, Pocsajból, Dereskéről, Mikepércsről, Sárándról, még a kongresszusi képviselő is ott volt, és tehát olyan szeretetet azt nem kap sehol, érted? Azok a régi emlékek, általános iskolai osztálytársak, és fantasztikus élmény, és hát nagyon szépen köszönöm nekik. Az egyik alpolgármester Szabó Katalin kezdte, és előtte te is ott volt, tehát Debrecenben a professzor Szekeren Zoltán, aki csinált egy reumatológus konferenciát, és minden konferencián este 6-tól ilyen szórakoztatás van, és az első este volt a úgynevezett tribute, tehát az Kolor megemlékezés, hogy én mindig szeretett volna egy Kolor koncertet is. Sokat akartunk, szerettünk volna. Tibor meg valahogy mindig mondta, hogy már mindegy. Én nem is tudom. A két testvéremben volt egy ilyen, hogy valahogy szerintem úgy, nem mondom, hogy féltek, de hogy elengedték. Igen, egy kicsit. És hát és sajnos már nem volt alkalom, hogy Tibor itt legyen, és te nagyon jó talkshow-t csináltál, hármunkkal, a Tiborral, a Felkai Mikivel, a gitároson, meg velem, és utána én megkértem, mert hát már Tibi nincs, hogy egy hasonló hangú valakit, aki nagyon intelligens, Sipos Péter vállalkozott a Mirigyből, de nagyon intelligens, egyetemes ember, és szerintem jól sikerült. És akkor én és nagyon... milyen volt megint zenésznek lenni? Nehéz volt visszaállni, vagy pillanatokat visszazökkentél? Nevetni fogsz, én írtam a szövegeket, de elfelejtettem a szöveg. Nem is, hogy tudtam a szöveget, csak hogy a számban hogy van sorrendben, a struktúra, az volt nehéz. Az volt nehéz, és hát úgy oldottuk meg, megmondom, hogy levettük digitálisan az éneket a számokról, hogy megmaradjon az a hangulat, és az ment a dal, és mi ráénekeltünk a Péterrel. És azt mondják, hogy nem volt rossz, nagyon teltház volt, 680 ember volt, azt mondják. És utána én csináltam egy hogy mondjam neked, ez egy
a rendelőmben, ahol voltam egyik este, leülök ott, van egy hangszer benne nekem is, megcsináltam a búcsúdal Tibortól, és leírtam, hát amikor csináltam, akkor úgy sírtam, nem mindegy. És most eljátszottam, mert úgy éreztem, hogy ez a következő lépés, és hát állítólag azt többen meg... Többen sírtak a 80% a népek sírtak. És utána pedig következett a videóról a Tibornak a éneke, a féltelek, ami jól ismert. És utána játszott a Felkönyv Miki a zenekarral, a Fantomas, és ott énekeltünk Attilával három számot, és hát nagyon... Szóval jó volt megint zenésznek lenni? Jó volt. Nem csak a zene volt, hanem ahogy az emberek megközelítettek, az a szeretet, és hogy azok az lehetett látni, hogy nézd, hát az életünk hát rövidül, vagy most már csak számoljuk visszafelé a napokat, vagy az éveket, és lehetett érezni, hogy ők is visszamentek időben, és az a szeretet az valami fantasztikus volt. Olyan körzeti orvos barátaim jöttek Mezőkövesdől, a Monálka Acsi, meg a professzor, aki hát most már én is idős vagyok, és a fantasztikus élmény volt, meg kell mondani. Volt-e olyan pillanat az életedben, amikor azt mondtad, hogy lehet, hogy nem kellett volna mégsem Amerikába menni, Amerikába jönni, hanem maradni otthon Magyarországon és csinálni tovább a Kolort, amelynek a szekere éppen akkor indult el, amikor ti elmentetek? Igen, ez nagyon nehéz dolog, mert viszont az a helyzet, hogyha magamra gondolok, én mindig törődtem az, hogy a szövegek milyenek legyenek. Mert a zene mellett az, hogy mit mondasz. Há, persze. A szívnek, meg a léleknek nagyon fontos. Amit már mondtam egyszer neked, hogy nem tudom, hogy tudtunk volna kapcsolni, hát biztos tudtunk volna, mert az élet szakaszaiba bele kapcsolódsz és olyan dolgokról írsz, de hát mi annyira összeszoktunk hárman testvérek, tudod? Az egy gyerekkorunk óta együtt zenítünk, úgy, mint a Bee Gees annak idején, tudod? És apám meg támogatta, mindig mondta, hogy gyerekek, az énekhang a legfontosabb, hangszer tudsz venni idének. És így volt Attila tenor, Tibi bariton, én meg basszus, és hát csak megszólalt egy harmónia, már tudtuk, hogy ki mit énekel. Szóval nehéz lett volna a testvérek nélkül. Én próbálok egyedül egészen más, tudod? Hát persze. És, hát minden jó együttesből és mindenki próbált szóló albumot csinálni, szóló karriert. Gondolja bele. Nem szokott igazából sikerülni. Meg az emberek ahhoz kötöttek. Tőle. Persze, a látványhoz. Igen. De én akarok neked mondani valamit, olyan jókat kérdezel, hogy te nagyon jó barátja volt a Tibinek. Abszolút. És én most készültem, hogyha nem haragszol meg. Van egy barátunk, a Sashalmi György, Sárbogárdról, és ezt a basszusgitárt csináltam, ilyen Rickenbacker basszusgitár, ez egy olyan jellegzetes basszusgitár, csak Tibinek volt Magyarországon. Rickenbacker. Tudod, azt mondja nekem, hogy adjam oda Tibinek. És hát sajnos én már nem tudom neki odaadni. És azt hisz, én úgy érzem, Laci, hogy te milyen nagyon jó barátságban voltál vele, voltál kint többször, meg mindig beszéltetek, hogy te vagy az az ember, aki, hogyha ránézel, akkor emlékszel rá. Én, ha ránézek, mindig úgy elkeseredek egy kicsit, tudod? De nálad jó helyen lesz, úgyhogy ha megengeded, odaadom neked ajándékba. Nagyon-nagyon szépen nagyon köszönöm. Szépen. Igen, azt mondja, egészen fantasztikus. Jézus. Igen, hát nézd, ebből is látszik, hogy Tibi mindig valami szokatlant akart. Rickenbacker az... Rickenbacker, passzmus gitár. Csak a Genesisnek volt Rickenbacker. Igen. És azt a hangot akarta hallani, nem mindegy, szóval... Hát számtalan kaland és találkozás kapcsolódott engem még Tiborhoz. Még egy dolgot akarok neked, számtalan kaland. Mi hogy jöttünk össze? Az Orionnak volt egy turnéja. És akkor téged írtak fel, te voltál a műsorvezető. És az emlékszem rá, hogy az első alkalom, amikor a mikrofonhoz kiálltál, akkor olyan dolgokat mondtál, ami még most is aktuális. Tehát olyanokról beszéltél, hogy mi valami... olyan zenét csinálunk, ami nem a divatnak megfelel, hanem valami szokatlanul érdek. És valahol annak örülök neki, hogy valahogy a jövőben láttam, mert most beért a zene. Tegnap este, amikor a Felkai Mikinek volt egy emlékkoncert. Korotokat előztétek meg? Nem lehet, de én például a zene meg a szövegek minden. Én nézem az interneten, és a fiatal gyerekek ilyenek, hogy ez az a zenekar, aki azt mondja, apám, anyám tetszettek, szerették. Azt mondja, nagyon jó zene, azt mondja, de kicsi volt nekik Magyarország. Nem az, hogy kicsi volt nekik, de ők írják, olyan aranyosan írnak, érted? És hát a Solaris együttes írt egy nagyon szép összefoglalót, hogy miután ti meghalt. Szóval jó érzés, hogy csináltunk valamit, ami még mindig
ott van az emberek lelkében. Igen, szóval nem a jelennek alkottatok elsősorban, hanem picikét a jövőnek, és hát persze a jelennek. Igen, de neked nagyon jó érzéked van ehhez. Van például a programjaidban is mindig van, tele van energiával, a poptarisztnya meg mindig, régen is. De ezt nagyon megérezted, amikor mi elmentünk, mikor csináltad azt, a producer voltál egy régi számokban, a különös szilveszter volt benne, meg még valami csomó, és rátetted a Szolnoki Péterrel, meg az Aucsillával a félteleket. Igen. Nagyon szépen a Péter gyönyörű hangja van, és a Aucsilla is, és egészen más felfogásban, és megint rátetted a palettára, és a fiatalok is megismertik, akik már és túl voltak valami. Igen, és egy megújhodott, vagy újra bekerült életre kelt. Igen, újra életre kelt, és hát ez nagyon köszönöm, mert gyakorlatilag azt mondják, jó a szám, de ez egy jó menedzser, az sokat segít, tudod. Te nem fogod elhinni, amikor a félteleket feltettük a Csillának a lemezére, akkor nekem egyetlen egy kérésem volt a rádiókhoz, hogy ne játsszátok, vagy szólok, hogy mikor. És eljött egy fél év, eltelt, és akkor mondtam, hogy most kell játszani a félteleket. És igen, akkor az egész országból a féltelek bömbölt minden rádióban. Megyek Debrecenbe a benzinkútnál, és akkor mondom egy 17 éves gyereknek 10 évvel ezelőtt. Mondom neki, hogy te ismered azt a énekes, hogy Aucsilla? Persze, hogy ismerem, azt mondja neki. Mondom neki, hogy ismered ezt a számot, hogy féltelek? Hát persze. Azt mondja, mondom, hát azt én írtam egyik részben. Azt mondja, mikor írta maga azt a ítjárt, mondom, 30 éve. És hogy szegény gyerek csak nézett rám, mert hát ő volt 17 éves, érted? Hát az az igazság, tudod, hogy vannak olyan régi dalok, amelyeket ha előveszel és megint valaki eléneklik, akkor nagyon sokan azt hiszik, hogy ez egy vadonatúj dal. Igen, például mondom, én a Triász zenekar elhívott a hajóra, és éneklik a régi számokat, tehát a 50 fölött emberek ordították a számokat, a elfelejtett dalok, tudod? Igen, igen. Az régi dalok is jók, csak hogy most más a stílus. A fiatalok mindig, én is így voltam, a fiatalok mindig úgy hiszik, az új számok az a miénk, az a régi, az öreg zene. Ez nem így van. Nem így van. Hát jó zene van, meg rossz zene. Így van, a jó így zene van, az pedig így egy életen keresztül van, működik. Gyuszi, elszaladt az időnk. Hát mi tudnánk sokat beszélni. Rengeteget. Mindesetre rettetesen örülök, hogy itt voltál most Magyarországon, és el tudtalak csípni, és meg tudtalak kérni, hogy gyere be hozzám ebbe a műsorba. És remélem, hogy legközelebb, ha jössz, akkor tudjuk ezt a beszélgetést folytatni. Lehet, hogy ezt még nem, én nem vagyok reklámtípus, de arról a könyvről egy szót még tényleg kell. A Hangok beszélni és ütemek az a címe. Más ember is benne van, nem csak mi. De itt a könyv, kérem tisztelettel. Ez egy interjú volt, ott az első három ember az mi vagyunk, és az összefoglaló, hogy is történtek dolgok. Mindenki elmondja a maga szempontját. De mások is benne vannak, nem csak mi, és szerintem nagyon szépen meg van írva. Dékán Sarolt, Eszményi Viktória, Szigeti Edit, Kása Béla, Tóth György, Szomjas György, és persze Dr. Bokor Gyula, Bokor meg Tibor, Attila, meg Bokor Attila. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál, Laci, és további jó sikert, mert a Retro Rádió nagyon népszerű, és mondják, hogy hall, játszol jó hát nótákat, mint még mi is benne vagyunk, és hát még jó egészséget kívánunk neked. Én meg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, ezt külön köszönöm, ez nagyon fontos helyen lesz a lakásomban. Köszönöm szépen a beszélgetést veled, önöknek pedig köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra. We'll be right back.